Sziasztok, Laci vagyok, a teket, nézitek és elérkeztünk az LG videósorozat következő részéhez, amiben végigmegyünk az LG TV-s felületén, a WebOS-en, milyen okos funkciói vannak és milyen előretelepített és letölthető alkalmazásokat találunk rajta. Kezdjük az alapoknál! A WebOS az LG LED-es és OLED tv futó operációs rendszer, ami lehetővé teszi többek között a megjelenítés szabását, az okos otthonos eszközök felügyeletét és a különböző alkalmazások telepítését is. Az LG s tévézési élmény fontos részét képezi a Magic Remote távirányító, ami ugyan generációtól függően eltérő megjelenésű lehet, de közös bennük, hogy a távirányító mozgatásával könnyen, intuitívan lehet navigálni a rendszerben. Ha bővebben érdekel, hogy milyen képességei vannak a Magic Remote távirányítónak, erről egy részletesebb videót is készítettünk. Manapság már mindenre van egy alkalmazás, és természetesen az utóbbi években az okos tévék alkalmazás kínálata is bővült, a népszerű streaming szolgáltatásokon felül magyar alkalmazások is vannak, amelyekről érdemes említést tenni. A menün belül az LG Content Store-ból érhető el az alkalmazás kínálat, válogathatsz a kiemelt ajánlatok közül, de akár kategóriákra bontva is böngészhetsz. Megtalálod többek között a Netflixet, az HBO Max-et, a Sky Showtime-ot, a Spotify-t, a Tiktokot, a Twitch-et, a YouTube-ot, és még sorolhatnám, de vannak magyar alkalmazások is, mint például az RTL+, a Mindig TV Go, vagy éppen a Duma TV. A legtöbb alkalmazás bejelentkezés nélkül letölthető, de vannak olyanok is, amikhez LG ThinQ profil szükséges. Az előretelepített alkalmazások között modelltől függően szerepelhet a művészeti galéria, ahol különböző képernyőkímélő alkotásokat, galériákat lehet letölteni és beállítani. Van egy sportriasztás app, ami értesítést küld a számodra fontos eseményekről, eredményekről. Erről a funkcióról készül egy részletesebb videó is. Van természetesen beépített böngésző, amit akár Bluetooth billentyűzettel is lehet használni. Elérheted a kedvenc híroldalakat, közösségi médiákat, stb. Valamint a fénykép és videó alkalmazásból, külső meghajtóról, akár egy egyszerű pendrive-ról a filmek és a képek is lejátszhatók. A menüben elérheted az otthoni irányító pultot is, ahol a csatlakoztatott kompatibilis okos otthonos eszközöket is látod, de innen indítható a mobilos képernyőtükrözés, párosítható bármilyen Bluetooth hangszóró vagy fejhallgató a tévével, illetve ha bejelentkezel a ThinQ mobil alkalmazásba, összekapcsolod a tévével, akkor a mobilis használható távirányítóként gyorsan indíthatsz el alkalmazást, állíthatsz hangerőt vagy válthatsz éppen forrást. Lehetőséget van a tévére letöltött vagy alapból telepített alkalmazások sorrendjét személyre szabni, hogy mondjuk a kedvencek legyenek mindig elő. A Smart Menu testre szabásához a végén lévő ceruzát kell kiválasztani, és egyből el is kezdheted átpakolni az alkalmazásokat kedved szerint, illetve innen törölni is tudod a már nem használtakat. Van egy intelligens szerkesztés opció, ami automatikusan úgy rendezi neked a sorrendet, hogy a leggyakrabban használt alkalmazások legyenek elől. Tehát a webOS rendszer rengeteg lehetőséget kínál, hogy a tévézés ne csak abból álljon, hogy kapcsolgatsz a csatornák között, és ezt az LG ügyesen csinálja. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha érdekel ez a téma, akkor a kapcsolódó videókat megtalálod a csatornán, lejátszási listában, illetve az LG felületein. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!